Én örülök annak, hogy a megtérésről kellett mára gondolkodjam, és hát elég komoly belső kutatást, küzdelmet, keresést okozott, mert kerestem azt, hogy hogy fogjak hozzá. Úgyhogy mindannyiótoknak valami olyat tudjak mondani, amivel tudtok valamit kezdeni. Mert ha rajtam múlna most a ti megtérésetek, akkor nem vállalom el ezt a szolgálatot. Csak szeretném érzékeltetni ennek a súlyát is. Egy olyan korban élünk, tehát egy olyan történelmi időszakban élünk, ahol az Isten jelleméről alkotott kép nagyon zavaros. És tényleg, de tényleg szemgyógyító írra van szükségünk nektek is, hogy az Isten jellemét tisztán lássuk és lássátok. Szeretném megkérdezni tőletek itt mindjárt, hogy ti milyennek ismeritek az Atyát? Milyennek ismeritek, milyen képet készítetek az Atyáról? És milyennek ismeritek Jézus Krisztust? Belül, magatokban. Nyilván most a beszélgetésben meg kitérhetünk erre, de magatokban nyugodtan gondolkozzatok erről, hogy milyen képet alkottok az Atyáról. Milyen gondolatotok van Jézus Krisztusról? Jézus azt mondta, amikor itt a Földön járt, hogy aki őt látta, már hogy őt Jézust, látta az Atyát. Ő és az Atya egy. Jelleme, szeretete, lénye. Irántunk való szándéka egy. Békesség tanácsa van kettőjük között. És nem azt akartam ezzel kérdezni, hogy mit tanultatok Jézus Krisztusról. Milyen tudást szereztetek róla. Hanem az, hogy milyennek ismeritek. Milyen képet alkottok róla. Talán értitek a kérdés különbségét. Szeretném megkérdezni még azt is, hogy a tékozló fiú példázatát esetleg van-e valaki itt, aki nem ismerné? Jó, akkor mindenki ismeri. Nem is fogom elolvasni ezért. Pörgessétek végig magatokban most gyorsan a tékozló fiú példázatát. Csak néhány jellegzetes mozzanatára lesz szükség, amire utalni fogok most a gondolatok között. A tékozló fiú példázatában Jézus, ugye ez egy példázat, és Jézus akarja érzékeltetni a példázat által azt, hogy a kisebbik fiúnak nem sokat ért az Atya jelenléte. Nem sokat ért. Azt kérte tőle, hogy add ki a vagyomból rámeső részt, mert távozni akarok tőled. Tehát ennyit ért az Atya jelenléte. És mivel az Isten nem alkalmaz kényszert, és engedi, és elengedi, aki tőle távozni akar, nincs semmiféle kényszer, ő nem erőltet, nem agitál, nem megy erővel a másik után, nem kényszerít, és nem tart vissza. De mivel ez a fiú, a tékozló fiú példázatában nem talált örömet az Atya közelségében, talán mondhatnánk azt, hogy úgy érezte, hogy máshol kell kiteljesedjem. Máshol kereste ezt. Egy zárójeles gondolatot ide fűznék. Nem minden vallásos nevelés, nem minden vallásgyakorlat jelenti az Isten jelenlétét. És ezt azért hangsúlyoznám, mert nagyon sok felnőtt, magamat is kezdem ide sorolni, nagyon sok felnőtt felelős azért, hogy a fiatalok számára nem tisztán mutatta be az Isten jellemét. Nagyon sok szülő és nagyon sok felnőtt felelős ezért. És azért mondom ezt el, hogy Krisztust ti, az Atyát ti ne az emberek által keressétek. Ne emberek által gondoljátok el, hogy biztos olyan az Atya, mint ez, vagy mint az. Pedig ő az Istenről beszél, vagy az Istenre hivatkozik. Az Atyát, Krisztust ne emberek által akarjátok megismerni, hanem a saját szava által, és a saját kijelentései által. És legyen ebben, ha lehet így előre kérnem, kérjetek tőle olyan tapasztalatot, hogy ő mutassa meg magát. Olyannak, amilyen, igazán. Ez azért fontos, mert nagyon sok
olyan tapasztalatotok van, nekem is volt, tehát tudom, miről beszélek, amin túl kell küzdje magát egy fiatal. Tisztá vagyok vele. Bár lehet, hogy nem mindennel. Nem tudom. És gondolom, hogy azért jöttetek el ide, bízom benne, hogy kíváncsiak vagytok arra, hogy mi a megtérés. És arra is, hogy talán mit jelent megtért emberként élni ezen a világon. Megint zárójelbe teszem azt a gondolatot. Szoktam mondani kicsit kedélyesen, hogy igazán Krisztust követőnek lenni a legizgalmasabb dolog ezen a világon. Vallásosnak lenni nagyon unalmas. A megtér szóra kérdeznék rá. Tudjátok, mit jelent? Mit jelent az, hogy megtér? Csak ennyi, hogy megtér. Az Ószövetségben nagyon sokszor használja a Biblia. Mit jelent ez a szó, hogy megtér? Mit jelent ez a szó? Ó és Új Szövetségben egyaránt, de sokszor használja az Ószövetség is. Mit jelent ez a szó, hogy megtér? Annyit jelent, hogy oda menni, találkozni, visszamenni, jelenlétébe jutni. Akkor is használja például a megtér szót az Ószövetség, amikor valakiről beszél, hogy elment valahová, és onnan megtért. Tehát, hogy visszajött. Vagy, hogy valakivel találkozott, akkor is használja ezt a szót. Tehát visszamenni, oda menni, találkozni, jelenlétében lenni. Ennyit jelent a megtér kifejezés. Jelenlétében lenni. A tékozló fiú példázata szerint a megtérést két dolog tudja előmozdítani bennünk. Nem tudom, tudnátok erre a választ, hogy a tékozló fiú példázatát, ha végig gondoljátok, mi az a két dolog, ami itt ugye a fiatalabb fiúra gondolok most elsősorban, az ő megtérését munkálta. Két dolog van a példázatban. Lehet egy kicsit súgni talán. Mi az a két dolog, ami a megtérést munkálja? Megtérésünket munkálja nekünk is. Nyilván Jézus a példázatot nem azért mondta el, hogy tanuljunk meg egy példázatot, hanem azért, mert az életről szól rólunk. Így működik az élet, ahogy ő, Jézus a példázatban ezt érzékeltette. Erről szól. Ezt is még gondolkoztok, hogy melyik az a két terület, ami munkálja megtérésünket. Talán két terület van, ahogy az embereket lehetne jellemezni a példázat alapján. Valaki éppen távolodik az atyai háztól, valaki pedig éppen közeledik. Lehetne nyilván hosszabbítani a sort, mert lehet, hogy valaki éppen a két végponton van, de erre még később kitérek. Tehát mi az a két dolog, ami munkálja megtérésünket? És ez a valóságban így van. Az első az Isten szeretete, ahogy szoktuk ezt mondani. A jósága, a jelleme, ami minket belülről meg tud szólítani. Az önfeláldozása. Pál így fogalmaz, hogy a Krisztus szerelme szorongat. Többet mond a szeretetnél, azt mondja, hogy ez már olyan erős, olyan hatalmas sá tud lenni. Nyilván most hiába beszélek, hogyha valaki nem tud mit kezdeni, ez ugye a Krisztus szerelme. Hát most lehet, hogy nem ismeritek olyannak a jellemét, nem értitek, miért szólok én így, hogy a Krisztus szerelme. Hogy Pál miről beszél? Biztos valami olyat tapasztalt, amit én még nem. Ő így fogalmazta meg, hogy a Krisztus szerelme szorongat. Ez a szorongatás, ez nem olyan szorongatás, ami kellemetlen, hanem ami jól eső. Amikor valakit nagyon megölelsz, szorongatva megölelgeted. Ez az egyik, a krisztusi szeretet. Mi a másik? Mi a másik, ami késztethet bennünket még megtérésre? Hát a moslékos vájú. Ez a másik. A másik a moslékos vájú. De gondoljátok csak meg, most egy picit az otthon maradt fiúra gondoljatok. Az otthon maradt fiú, aki látszólag ugye hűséges volt, mert ő nem távozott el az atyai háztól, ő nem hagyta el az Isten szolgálatát. Ugye mondta is a példázat végén, hogy én itt voltam, szolgáltam neked, parancsolatod át, nem hágtam, és nekem nem adtál is. Tehát kiderül, hogy valahol ő hűséges volt, de mégis hálátlan, panaszkodó. Otthon volt, de nem érezte teljesen otthon magát.
őnek is sem az Isten szeretete nem jelentett sokat, de nem ismerte meg a moslékos vájút sem. Egyikkel se találkozott igazán az otthon maradt fiú, pedig látszólag ő hőséges volt. Én azért mondtam ezt a látszólag szót, hogy erre figyeljetek. Az életben sok ilyen látszólagos dolog van. És különös, ahogy ezt a moslékos vájút említem, Mózes 5. könyvéből egy igét szeretnék felolvasni, mert ezt az Isten már sokkal korábban jelezte, már Mózes által. És ez így hangzik Mózes 5. könyve 4. fejezet 30.-31. versében, amikor nyomorúság lesz, nyomorúságban leszel, és utolérnek téged mindezek az utolsó időkben, tehát figyeljétek, azt mondja, hogy esetleg előfordul valakinél az, hogy egyszer csak nyomorúságban lesz, és utolérnek mindezek, amik hát bajok, problémák. És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára. Tehát figyeljétek, ezt az Ószövetség is kimondta, hogy a nyomorúságból sokszor az ember onnan akar hazamenni. És akkor mondja ki azt, hogy jobb otthon. És visszatérsz, megtérsz, itt mondja, hogy megtérsz, tehát visszamész, a jelenlétébe kívánkozol az Istennek, és hallgatsz az ő szavára, mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened, nem hagy el téged, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a te atyáidnak szövetségéről, amely felől megesküdt néked. Tehát figyeljétek, az Isten, ha esküszik, meg nem változtatja. Egyikőtök felől sem. És kérdezném azt is, hogy vajon a következő, amit most mondok, mire való? Jólét, gondtalanság, ennek a világnak a nagy lehetőségei, a sikerek, a megelégedettség, ezek mire valók? Mire valók? A megtérés szempontjából. Hát éppen nehezítik a megtérést. Nehezíthetik. Nehezíthetik. Gondoljátok meg, hogy Dávid, csak egy kis zárójeles kitérő újra ezt érzékeltetni, Dávid, akit üldözött Saul, az üldözöttsége közben írta a legszebb zsoltárokat. Amikor viszont királyként a palotája tetején sétált, tehát megvolt neki a megelégedettség, az ország, meg volt a jólét, akkor követte a legnagyobb bűnöket. Tehát a nehézség az késztet, a moslékos vájú az késztetés. Vissza. És gondoljátok meg, hogy a moslékos vájúban is vajon ki az, aki meg tudja látni az Isten szeretetét. És még hagyd tegyek vissza erre a úgynevezett moslékos vájúhoz, azért, mert ez lehet, hogy mindannyiunknak más és máshol van. Nem biztos, hogy lerongyolódva konkrétan egy disznók mellől kell valahogy fölkelnünk. Nem biztos. Hanem mi történik ott a moslékos vájúnál? Mondom, ez mindenkinek lehet teljesen más tapasztalat, teljesen más probléma, teljesen más élethelyzet, teljesen más. Lehet, hogy éppen a jólét legközepébe vagyunk, amikor éppen moslékos vájúval találkozunk a saját életünkben. Tehát látszólag lehet, hogy a moslékos vájú nem tűnik annak, csak ezt én belül tudom, hogy az. De mi történik velünk ott, a moslékos vájúnál, ha éppen valaki oda kerül? A tékozó fiú példázatánál Jézus mit mondott? A moslékos vájúnál a fiúval mi történt? Magába szállt. Ezt a szót, ezt a gondolatot jegyezzétek meg, magába szállt. Magába szállt. És amikor magába szállt, ez mit jelent? Amikor kizárja egy kicsit a külvilágot, amikor egyedül van, ez az, amit nagyon sokszor a mai embereknek nem akar megadni sem a körülmény, és saját magunknak se akarjuk megadni ezt az egyedül létet, ezt a nyugodt magába szállás lehetőséget. De amikor valaki magába száll, és itt a tékozó fiúról Jézus így mondja, akkor belül azt mondja, hogy visszamegyek. Visszamegyek. De azt is azt mondja, hogy átérzi, és ezt is kimondja magába, hogy de nem vagyok méltó. Tehát a megtérésnek
minden jellegzetes mozzanata szépen benne van ebben a példázatban. Magába száll, visszamegyek, de nem vagyok méltó. És ezt hívja a Biblia egyébként, ezt a magába szállást a gondolkodásmód megváltozásának. Ezt talán hallottátok már. Amikor a megtérés belül bennem, vagy bennetek elkezdődik. Hogy néz ki a tékozló fiú, amikor magába száll? A példázat alapján. Hogy néz ki a magába szállás közben? Ugye el tudjuk képzelni. Moslékos vájú, rongyos ruha, teljes nincstelenség. De belül a lelke mélyén hol van? A gondolatában hol van? Otthon. Ezt gondoljátok végig, hogy hány embert látunk mi csupán kívülről, amikor azt mondjuk, hogy hogy néz ki? Meg ő ilyen. Vajon tudjuk-e, hogy a külső és a belső között van-e különbség, vagy összhang van? Azt gondolod-e, hogy kinézel, és úgy gondolkodsz, ahogy kinézel, vagy kinézel valahogy, de már nem úgy gondolkozol? Nyilván itt most a példázat alapján, ahogy a moslékos vájúnál, ott van ez a fiú, de belül már otthon van. És amíg a tékozló fiúnak volt vagyona, volt lehetősége, mert hiszen kikért az apjától a rá első részt, és volt lehetősége ebben a világban érvényesülnie. Azt mondja a példázatban Jézus, egy darabig nem érzett szükséget. Nem érzett. De egy idő után viszont, hogyha látja a Jóisten a mi lelkünknek a megszólíthatóságát, tehát ez az, amit csak egyedül ő lát. Tehát ő tudja azt, hogy milyen az az élethelyzet, amit ha megenged, akkor kezdek szükséget látni. A példázatból veszem ezt a gondolatot. Kezdek szükséget látni. Szükséget. Nem jól érzem magam, és azt kezdem érezni, hogy jó lenne visszamenni. És hol van ez a szükséget látás az életünkben? Ugye a Laodiceai levélben, ezt csak mondom, nem csak nektek fiataloknak, hanem mindenkinek, akik idősebbekként is ülnek közöttünk, azt mondja Jézus, hogy akiket szeretek, így kezdi, akiket szeretek. Szeretek. Nem ilyen kellemes a folytatás, mégis, mintha szükséges volna, akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. Tehát itt is érzékelteti, hogy lehet, hogy kell engedjek moslékos vájút az életedbe, mert különben, amíg nem érzed a szükségét, addig nem fogsz tudni megtérni. Elhatározásból lehet. Ha valaki konkrétan keresi, hogy olyan jó lenne az Istennek hálát adni, mindazért, ami vagyok, a jólétemért, a sikereimért, mindaz, ami körülvesz, a lehetőségeimért. Nem tudom, vagytok-e így, hogy tényleg önmagában a jólétért mondott hála hozza a megtérést. Majdnem, mintha a példázatban Jézus azt érzékelteti, hogy a szívünk egésze, mintha ezzel nem tudna mit kezdeni. Hálásak vagyunk, de mert tudjuk, hogy annak kell lenni, de valahol esküszünk az Úrra is, de esküszünk a mi molokunkra is. Esküszünk valami bárványunkra is. És ott van mindannyiunk lelkében ez a kettőség, ahol hogy Sofóniás könyv első fejezet 5. verse mondja, hogy ne legyünk ilyenek, hogy akik az Istenre is esküszünk, hogy ő jó és van és segít, na de más helyzetben meg esküszünk valamelyik bárványunkra is. Mit ér? Vajon kívánjuk-e azt kérni, amit Jeremiás könyve 31. fejezetében olvashatunk, direkt idézem az igéket azért, hogy maga az ige legyen az, ami úgy a fületekben és a lelketekben visszhangzik és cseng. Jeremiás könyve 31. fejezetének a 18. versének a végétől a 19. olvasom. Téríts meg engem, és megtérek. Egyik legszebb kérés, amit a Bibliában olvashatunk a megtérésről. Oda megyek az Istenhez, és kérem tőle, téríts meg engem, és megtérek.
mert te vagy az Úr, az én Istenem. Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, és miután megismertem magamat, combomat vertem, szégyenkezem, és pirulok. És mondja, hogy és viselem az én ifjúságomnak gyalázatát. Nem ismerhetem meg magamat csak akkor, hogyha az Isten megtérít. Különben nem ismerhetem meg magamat. Addig, ameddig nem teszi meg velem az Isten, addig én nem olyannak ismerem, nem olyannak látom magamat, amilyen tényleg vagyok az Isten szemében. És ez a különös ebben, hogy ezt a kérést, ha kimondjuk, és nem tudom, bátran mernénk-e kimondani, és az Isten ezt, ha megtenné velünk, el tud. Vagy úgy vegyünk vele, hogy Istenem, még nem ismerlek én téged úgy, hogy ezt én kimerném mondani. Akkor viszont Pascal gondolata jut eszembe. Blaise Pascal, a híres fizikusé, kétféle ember érdemli meg az értelmes nevet. Ismeritek? Kétféle ember érdemli meg az értelmes nevet. Az egyik, aki teljes szívvel követi az Istent, mert ismeri őt. A másik pedig, aki teljes szívvel keresi az Istent, mert nem ismeri őt. Ez a kétféle ember érdemli meg az értelmes nevet. Mert ki az, aki ne nézett volna már bele az elmúlásba? Fiatalként ez még nem megy. De akinek idősebb kora van, az tudja, hogy mit jelent ez belenézni az elmúlásba. Az Advent mozgalom egyik legnevesebb alakja, Miller Vilmos, ő is egyébként ezzel küzdött több hónapig, ilyen 30 éves kora körül, és nagyon-nagyon komolyan, amikor ezzel szembesült, és az ige megválaszolta, Ézsaiás 53. fejezete megválaszolta neki a vívódására a kérdést, az hozta a lelkében ezt a megtérést. Mikor az ige szólalt meg számára, és onnan találta meg azt a megváltót, akire úgy érezte, hogy szüksége van, de az emberek között, a prédikátorok között sehol nem találta, gyülekezetben sehol nem találta. És leírja, hogy örült, hogyha a prédikátorok nála szálltak meg, és beleköthetett, és mindenkit nevetségesített, mert értelmes ember volt. És egyszerűen a prédikátorok érezték magukat kellemetlen helyzetben, mert öröki ellentmondásba kergette őket. De őt ez nem nyugtatta meg. Az, hogy a másikat ellentmondásba kergeti, nem nyugtatta meg, hanem egyszer csak évekig, először 2, utána 4 évig hozzáfogott az ige kutatásához, és a végén kimondta, hogy a Szentírás az Isten igazságainak a tökéletes rendszere. És megszólította őt az Isten nem csak az értelmét, hogy rendszert látott, hanem a szeretete is. De megyek tovább. Miért nem akart a tékozló fiú tehát korábban visszafordulni? Érdekes igét találtam erre válaszként. Hóseás könyve 5. fejezet 4. verse mondja, nem engedte az ő cselekedete megtérni az ő Istenéhez. Nem enged sokszor a saját cselekedetünk megtérni az Istenhez. Az, amit csinálunk, az, amit élek, az, amilyen vagyok, az nem enged. Ott van bennem egy ellenkezés. Nem enged a cselekedetem megtérni az Istenhez. Ezt nem tudom, mennyire vesszük komolyan. A saját cselekedetem nem enged megtérni az Istenhez. És ezt folytatja szépen János evangélium elején, a 3. fejezetben Jézus, amikor Nikodémussal beszélget, és ott mondja a beszélgetés végén, hogy mindenki, Jézus azt mondja, hogy mindenki, nincs kivétel, mindenki, aki hamisan cselekszik, és ki az, aki igazságot cselekszik születésétől. Mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot. Tudom, ismerjük ezt a belső vívódást, ezt az érzést. Hogy hagyjatok engem békén olyannak, amilyen vagyok. Mindaz, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek, és a saját cselekedetei nem engedi megtérni az Istenhez. Tehát összekötöm a két égét. És Jézus azt érzékelteti a példázatban, hogy hozzámenni viszont, ahogy már a moslékos vájúnál járt a fiatal fiú, hozzámenni úgy lehet, ahogy vagyunk.
Tehát ne engedjük meg, hogy a saját cselekedeteink ne engedjenek oda az Istenhez minket. Mert azt érezzük, hogy akkor lelepleződünk, meg kiderül, meg jaj, és rossz érzés, és a saját vívódásaink, hangulatunk, érzéseink szinte tartanak vissza. Ne érezzünk ilyet, hogy a lelepleződés az fájdalmas. Az nem fájdalmas. A világosság az nem fájdalmas, az jó. És ha valaki akarja rendezni az életét, hát az Isten hű és igaz, hogy megbocsátja, és megtisztítja minden hamisságtól. Tehát úgy lehet és úgy kell oda mennünk Krisztushoz, ahogy vagyunk, ott úgy a moslékos májútól azonnal. Viszont, és itt mondom a hangsúlyt, viszont, ha oda megyünk hozzá, ő nem fogja hagyni, hogy szennyesek maradjunk. Erre készüljünk föl. Tehát úgy menjünk hozzá, ahogy vagyunk. De ha oda mentünk hozzá, készüljünk fel, jó értelembe véve mondom, ő meg fog tisztítani bennünket. Ő nem hagyja, hogy úgy maradjunk, ahogy hozzá mentünk. De úgy menjünk hozzá, amilyenek vagyunk. És melyik az a mozzanat a példázatban, amelyik a megtérést kifejezi? Ugye ezt már tisztáztuk. Melyik az a mozzanat? Mi volt az a szó, ami a megtérésnek a legfinomabb szava a példázatban? Magába száll. Magába száll. Ugye ezt már ugye megválaszoltuk. Magába száll. Ez annyit jelent, hogy megfordul a gondolkodása belül. Ezt nem látja senki kívül. Ezt nem tudja senki kívül. Belül megfordul a gondolkodása. Abban az értelemben, hogy bizalmatlan leszek magam iránt, és teljes bizalmat szavazok, teljesen bizalmat szavazok az Istennek. Látom, hogy amit én látok jónak, amit én döntök, amire én lelkesedek, az sokszor moslékos vájúig visz. És belátom, hogy ha az Isten szavára hallgatok, akkor ő jobban keresi a saját javamat, mint én a magamét. És jobb lesz nekem, pedig úgy gondolom, hogy nem. Ezt a vívódást, ezt mindenki ismeri. És nem baj, ha nem is, nem baj, hogyha még benne vagyunk. De ez a vívódás, ez elkerülhetetlen. Hogy először is azt gondolom, hogy az Isten nem tudja, hogy nekem mi a jó. Én magam tudom, hogy mi a jó. De hogyha megismerem az Istent, hogy ő jobban szeretné az én örök életemet, mint én a magamét. Ő jobban szeretné az én boldogságomat, mint én a magamét. Ő jobban szeretné az én megtisztulásomat, mint ő az én megtisztulásomat, mint én a magamét. Akkor bizalmatlan leszek magam iránt, és teljes bizalmat szavazok neki. Nem tudom, hogy szeretnétek-e olyat, hogyha minden gondolatot és minden érzést bennetek ő irányítana, ő munkálna. Ugye azt mondanánk, hogy huha, ez egy olyan terület, ami azért nagyon az én belső világom. Ebben ne szóljon bele senki, hogy én mit érzek, meg mit gondolok. Pedig a megtérésemet ez munkálja. Hogyha annyira le tudok mondani a magam választotta döntések, látások, érzések, gondolatokról, hogy azt mondja, hogy Istenem, a gondolataimat is, de még az érzéseimet is, te munkáld, mert akkor lesznek azok jobbak. És akkor lesz nekem is jobb, és igazabb. Ez a megtérés. És egy rövid történetet hadd osszak meg még veletek. Péter apostol életéből néhány mozzanatot. Végig lehetne gondolni az egészet, ez egy külön órának, vagy istentiszteletnek lehetne a tárgya. Máté 26. fejezetében, vagy János evangélium a végén is megtaláljuk, ha föllapozzuk, de most nem is a föllapozásra teszem a hangsúlyt, hanem Jézus ugye bejelenti a tanítványainak a keresztáldozata előtt, hogy ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok én bennem. Jézus bejelent valamit. Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem. Emlékeztek, mit mond erre Péter? Mit mond erre Péter? Azt mondja, hogy ha mindenki megbotránkozik, én nem. Jézus azt mondott, hogy mindenki megbotránkozik. Én is azt mondom, lehet, hogy mindenki, de én nem. Ez az érzés mindannyiunkban ott csiklandoz bennünket. Lehet, hogy ez mindenkiről szól, de rólam nem. Ez más élethelyzetben is előfordul. És Jézus azt mondja, amikor Péter erre így reagál, így válaszol neki, akkor egészen Péternek válaszolja meg a következőket, mire a kakas megszólal. Addigra
háromszor megtagadsz engem. És akkor Péter mit válaszol erre? Ha meg is kell halnom veled, meg nem tagadlak téged. Tehát végül a beszélgetésnek több rétege van. Először mindenkiről szól, ott Péter kiemelkedik a válaszával, utána Jézus csak Péternek szól, mert ugye neki van válaszolni valója, akkor viszont Péter tovább folytatja, hogy ha meg kell halnom veled. Mit fejez ki Péternek a szava? Mit fejez ki Péter szava? Más szavakkal, Péternek ez a válasza, a két válasza is, ez a reagálása, a hozzáállása, mit fejez ki Jézus felé? Mit fejez ki? Jobban szeretlek téged mindenki másnál. Ugye ezt? Én jobban szeretlek téged. Te azt se tudod, hogy én hogy szeretlek. Ezt fejezi ki. Jobban szeretlek téged, mint hogy te gondolnád. És másoknál is jobban szeretlek. Kicsit kinagyítom. Ki az, aki a tanítványok közül megtagadta? Ugye csak Péter. Szeretném megkérdezni, hogy ez a tagadás és a tékozló fiú példázata között hol van a kapcsolódási pont? Mi volt Péter tagadása a tékozló fiú példázata szerint? Péter tagadása mi volt? Ez volt a moslékos vájú. Ez volt a moslékos vájú. Ez a tagadás. És mi történt ott Péternél, ennél a moslékos vájúnál? Keservesen sírt. És megemlékezett arról, amit Jézus mondott neki, hogy én imádkoztam érted. Ha elesel, hogyha bekerülsz abba a bajba, amiben nem akartál. Ha elesel, és én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Mert sokszor, amikor ígéretet teszünk, hogy majd jók leszünk, majd mi megváltozunk, majd mi követjük az Istent, és majd mi jobban szeretjük, akkor történik egy elesés. Lehet, hogy nem is egy. De Jézus imádkozott, nem csak Péterért, bármelyikünkért, hogy akkor, amikor elesünk, el ne fogyatkozzon a hitünk. Tehát nem mondjuk azt, hogy kár az egészért, nem fogok hozzá még egyszer. Minek ez a küzdelem? Hagyjatok békén. Imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, hanem idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Egyébként erről szól Dávidnak a Zsoltára is. Belesik a bűnbe, és utána azt kéri az 51. Zsoltár 15. versében, hogy hagyj tanítsam a bűnösöket, hogy megtérjenek hozzád. Hát ő is bűnös volt, mit akar tanítani? Hát éppen azért. Mert tudja, hogy mit jelent beleesni, és mit jelent új szívet kapni. És ezért kéri, hogy amit nekem Istenem megadtál, ezt add meg másnak is. És mi történik Péterrel? Mikor föltámad Jézus, találkozik a tanítványaival, megkérdezi Jézus Pétert, hogy Péter, szeretsz-e engem? Miért ezt kérdezi? Hát azért, mert ezt közölte Péter korábban, hogy én úgy szeretlek, hogy nem tagadlak meg, sőt az életemet adom éretted. Én jobban szeretlek téged a többieknél. Hát ezt kérdezi Jézus tőle, hogy jobban szeretsz engem ezeknél? Most a három visszakérdezést én egybefonom, nem részletezek minden tanulságot, lehetne, de nem teszem most, hanem Jézus felé Péter azt válaszol, mit válaszol Péter? Igen, Uram, jobban szeretlek ezeknél. Ugye ezt mondja? Most már jobban szeretlek, most már tényleg jobban szeretlek. Hanem azt mondja Péter, hogy amikor magába száll, amikor azt mondja, hogy nem vagyok méltó, bár visszamegyek, akkor azt mondja Péter, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. De ha azt mondaná Péter, hogy nem az a kérdés, hogy én magamról mit gondolok, hanem az a nagy kérdés, hogy te mit gondolsz rólam. És te jobban tudod, hogy én mennyire szeretlek, mint én a saját szeretetemet feléd. Te jobban ismersz engem, mint én saját magamat. Ugye ezt válaszolja Péter. Ez jelenti a megtérést, az idővel megtérést. Hogy igen, Istenem, te jobban tudod, hogy én ki vagyok, milyen vagyok, mit szeretnék. Te jobban ismersz engem, mint én saját magamat. És ugye különös az, hogy Péter korábban azt mondta, hogy az örök élet beszéde van te nálad. Amikor mindenki elhagyja. És Péter azt mondja, hogy az örök élet beszéde van te nálad. És amikor Jézus azt mondja Péternek, akitől az örök élet beszéde származik, hogy megtagadsz engem, figyeljétek, rakjátok össze. Az örök élet beszéde van te nálad. De most, amit nekem mondasz, az nem igaz. Tehát mi így működünk. Kimondjuk a vallásos szólamot, de amikor nekünk szól az Isten, akkor az hárítás.
Tehát így működik az emberi lélek sokszor. Nem engedi a cselekedetünk a megtérésünket. Mit kellett tennie Péternek azért, hogy idővel megtérjen? Neki, Péternek, mit kellett tennie? Mit kellett tennie? Itt már, amikor elindult, ha úgy tetszik a lejtőn, és utána a megtérésért mit kellett tennie? Egyik részről azt mondanám, hogy semmit. De tudnia kellett sírni. A saját tagadása miatt, a saját hibája, a saját bűne miatt tudnia kellett sírni. Ennyit kellett. A többit Krisztus vette kézbe. És Krisztus irányította a saját életének ezeket a megtérés mozzanatait. Nem ő volt az, aki magát megtérítette, hanem Krisztus volt az, aki megtérítette őt önmagához. És egyszerűen csak így mondanánk, hogy elfogadta Krisztus érte végzett munkáját. Elfogadta. És befejezésül csak kérdezem, hogy vajon meritek-e, akarjuk-e, akarjátok-e azt kérni, amit itt Jeremiásnál is olvastunk, hogy téríts meg, Uram, és én megtérek. És én kívánom azt, és beszélgessünk arról is, hogy vajon milyennek ismeritek az Atyát, milyennek ismeritek Krisztust, és vajon milyennek ismeritek azt az Istent, aki meg akar téríteni bennünket, és hogy ez mi mindennel jár. Mit jelent a megtéréshez illő gyümölcs termése? Befejezésül engedjétek meg a tékozló fiúhoz egy rövid verset. Lehet, hogy ismeritek Füle Lajosnak a versét. Ez a cím, hogy az Atya. Szeretem ezt a verset, mert ennek a példázatnak a legjobb összefoglalása. Kettőért terhelte a gond. Mivel két tékozló fia volt, az egyik távol tékozolt, a másik közel tékozolt. Ám de szeretete nem pihent. Az egyiknek elébe ment, a másiknak utána ment. Amen.